Jó estét kívánok, ez a kezdő körsportos kibeszélő műsorunk. A stúdióban már fergeteges hangulat köszönhetően annak, hogy Horog Laci is időben megérkezett, és ennek köszönhetően már a magánélete részleteit is kitárgyaltuk, igen, de hál' Istennek a felvétel el tud készülni. Tulajdonképpen, hogyha a mai adás témáit ilyen egy mondatba akarnám felvezetni, kicsit tömörítve azt mondanám, hogy hány aranylabdája lenne Lionel Messinek, ha 8 személyes csapatok ellen focizott volna egész életében. Érinteni fogjuk persze az aranylabdát, meg a Covidot is, meg mindent, ami ezzel kapcsolatban minket is érint és érdekel. A stúdióban régi és új arcok, köszöntöm Kajzer Tamást, a Fehérvár Média Centrum szerkesztőjét. Itt van velünk először ebben a műsorban Gál Péter Pál, a Fehérvár HV19 SC elnöke. Köszönöm, hogy bejöttél. Remélem, hogy jól érzed meg. Remélem, van a srác. És hát ahogy már kitalálhatták és láthatják természetesen, Horog László. Az a jó, hogy jártam iskolába, tanultam dramaturgiát, tudom, hogy a nagy neveket mindig a végén kell bemutatni, hogy hatás kedvéért. De, akkor gyorsan felejtették. Laci! Nem, végre hivatalosan beszélte, hogy ilyenkor megilleti a vendégeket. Igen. Laci, a látszat ellenére nem itt lakik a stúdióban, olyannyira, hogy kicsit késett is, de ez azért van, mert ő a 7 milliárd emberből abba a kettőbe tartozik, aki még kvarcórát hord a kezén, és abból próbálja megállapítani a pontos időt. Ez most nem sikerült annyira itt adás előtt. Magam réheztettelek benneteket, van ilyen? Na, hát hogyha természetesen már itt van velünk a Fehérvári Hoki Klub prominens, akkor kezdjük azzal a témával, ami a csapatot érinti, több ilyen is van egyébként, és ebből egy majd átköt más témáinkra is. Ugye 4 meccset veszített most Zsinórban a Volán, igaz, hogy ezek közt van azért olyan, amelyen pontot szerezni sikerült, hiszen hosszabbításos, szétlövéses vereség is volt. De hát ugye egy nagyon-nagyon erős szezon kezdet után nyilván egy kicsit kontrasztos most ez az időszak. Lehet mondani, hogy ez egy kisebb hullámvölgy, vagy esetleg arról van szó, hogy eleve így kell ezt tervezni, mikor egy szezonról beszélünk, hogy nyilván lesznek jobb és rosszabb meccsek is? Nehéz. Szakmailag nem tudom indokolni, hogy sem a szezon kezdés, sem a mostani nevezhetjük kisebb hullámvölgynek számító 4 vereséges, vagy legalábbis 4 vereséges, de abból 2 pontszerzéssel járó mérkőzéses szériánkat. Igazából, amikor egy szezon elkezdődik, mindig tudjuk, hogy ez nem 52 csodálatos mérkőzésből fog állni, vagy 44-ből, vagy amennyi egy alapszakaszt jelent minden évben, hanem lesznek benne olyan periódusok, amikor a csapat, mint minden csapat egyébként egy ilyen hosszú menetelés során kisebb hullámvölgybe kerül. Talán azért is szerencsés, amit említettél, hogy jól tudtunk kezdeni, hogy meg tudtuk adni az alaphangot, hogy most egy kicsit könnyebben vészeljük át azt az időszakot, amikor azért tényleg a megszokottnál is erősebb sérülés hullámmal bajlódunk. A sérülés hullám azért különösen nehéz most, mert alapjátékosokat érint, tehát olyan meghatározó figurákat érint, olyan meghatározó tagjait a csapatnak, szerkezetileg is, emberileg is, akik nélkül azért tartósan lényegesen nehezebb, még akkor is, hogyha tényleg nagyon nagy öröm, hogy azok a fiatalok, akik vélhetően egy teljes keret esetében nem jöttek volna számításba ennyi mérkőzésen keresztül az Ice Ligában, a csapatban komoly jégterheléssel, azok most bebizonyíthatták, hogy képesek fejlődni, képesek beszállni ebbe a felnőtt hokiba. Ez nekik egy nagyon nagy próbatétel, és egyelőre megemelem a kalapom előttük, egy nagyon, nagyon, nagyon tisztes teljesítménnyel szállnak be a csapat menetelésébe. Azért 4 meccsen nem tudtunk nyerni, 2-n tudtunk pontot szerezni, ugye szétlövéssel veszíteni mindig egy kicsit, ezt elmondja mindenki, egy kicsit mindig lutri, kicsit benne van a pakliba, hogy az ellenfélnek sikerül az egyik lövése jobban, mint nekünk. Ez most így alakult. Én személy szerint elégedett vagyok azzal, hogy a tabellán még mindig a top 6-ban foglal helyet a csapat. Ki érti a jelenlévő közül, a Gál Petit kivéve, hogy számolják most a tabellát? Most, ugye, én most már értem, mert az előbb erről beszélgettünk kint. Igen, hát most már... A tabella tavalyhoz képest káprázatos. Tavaly abszolút átláthatatlan volt. Igen, csak ugye most
Muszáj egy kicsit ebben az ügyben a viccet félretéve, hiszen egy tragikus, sőt nem is egy tragikus eset miatt kell most ugye speciálisan nézni a táblázatot, hiszen a pozsonyi kapitász szezon közben lépett vissza ugye két egymás közeli haláleset miatt, ami tényleg egy borzasztó dolog. Viszont utána mondták, hogy akkor most ez úgy lesz, hogy az ő eredményeiket nem törlik, vagy a meccseiket, hanem akkor elkezdik a meccsekhez képes szerzett pontokat, vagy hogy is számolják? Mert azt látom, hogy a pontszám az nem érdekes. Tehát ott még több ponttal vagyunk, kevesebb, hátrébb, mint aki előttünk van, és fordítva mögöttünk is vannak kevesebb pontok. Igen, a pontszám iránymutatóvá vált maximum. Egyébként nekem is, amikor először elolvastam a hírt és ránéztem, kicsit felkaptam fél, és nem értettem, aztán értelmezni kellett, másodjára már azért ment a csapatmenedzserekkel együtt. Gyakorlatilag itt is egy észak-amerikai mintához nyúlt a liga, mint annyiszor egyébként a felépítés és a működése során. Gyakorlatilag egy a lejátszott mérkőzések száma, és az azon megszerzett pontoknak az arányából számított értéket veszi figyelembe a helyezések során. Hiszen ebben a szezonban elő fog fordulni az eset, hogy nem mindenki egyenlő mérkőzést játszik, azzal, hogy úgy döntöttek, hogy nem törlik a pozsonyiak teljes éves szereplését, hanem a pozsonyiakkal eddig lejátszott mérkőzéseket és azok eredményét a velük játszott csapatoknál megtartják, és ez viszont ahhoz elengedhetetlen volt egy ilyen a külső szemlélő számára elsőre talán bonyolult vagy érthetetlen metódus. Gyakorlatilag, ha belerázódunk, akkor ugye elkezdjük a tabella utolsó sorát figyelni, ezeket a viszonyszámokat, amik szülhetnek majd egyébként érdekes szituációkat itt az utolsó fordulókban, hiszen egy teljesen más matek egyébként, mint amikor a pontokra koncentrál az ember. Mert a megszerzett pontokat kell végül is a meccsszámmal elosztani. Igen. A végén az ember kap egy összeget, és ami nulla és három között lesz. Nem varázslat matematika, bár néhányan nehezen vagyunk azzal is, de... Tavaly kapcsán arra utaltam, hogy vezettük a tabellát, de ma hárommal többet játszottunk most, mint a Klagenfurt, majd ha azok utolérnek bennünket. Tehát tavaly a pandémia mellett volt egy olyan időszak, amikor rendkívül jól álltunk, de az alattunk lévők lényegesen kevesebb meccset játszottak. Aztán ez megfordult, tehát akiket utolért a sérülés hullám, illetőleg a világjárvány, azok meccsszámban nagyon-nagyon nagy távolságra lehetnek az élmezőnytől. Most is olvasok nyilván olyan hozzászólásokat, látok olyan megnyilatkozásokat, hogy miért van a Salzburg 40 ponttal a negyedik helyen, azóta ez megváltozott nyilván, hiszen azóta is voltak fordulók, mert ugye furcsán veszi ki magát. De mondok egy példát, ami életszerű. Most nekünk legutóbbi kirándulásunkkor az Innsbruck elleni mérkőzésünk elmaradt, az Innsbruckban bekövetkezett megbetegedések miatt, tehát a COVID okán elmaradt egy mérkőzésünk. Elsődlegesen a ligában az a metódus, hogy az elmaradt mérkőzésnek a lejátszására törekedni kell. Amennyiben ez mégsem fér bele a sűrű programba, úgy a mérkőzés most már nem elsődlegesen 5-0 egyik vagy másik csapaté, hanem törlésre kerül. Ezáltal a mi végső mérkőzés számunk az le mínusz egyel csökken. Ezt még nem tudjuk most előre, ez nincs lezárva a ligánál sem. Jelenleg az a törekvés, hogy ez a mérkőzés valamikor lebonyolításra kerüljön, de előfordulhat az, hogy mínusz egy mérkőzéssel ezzel az együtthatóval kell majd számolni a saját csapatunk helyezését illetően. De vannak olyan bajnokságok, ahol nemhogy nem törekednek rá, lejátszák az elmaradt meccseket, hanem ez a mérkőzés már nem számít, így nem játsszuk le, ugye? Mindjárt beszélünk erről, hogy tényleg, főleg a Covid miatt azért nagyon érdekesen, akár csak itt Magyarországon belül ugye az elmúlt években érdekesen álltak hozzá szövetségek, csapatok, de egyébként maradva, illetve lezárva ezt a hoki témát, azt hiszem ti is úgy vagytok vele, hogy jó, nem tudjuk majd, hogy ezek az arányszámok hogy alakulnak, de összességében eddig azért ez egy jó szezon, és okot ad reménykedésre, hogy... Azt pont azt akartam mondani itt a négy meccses vereség kapcsán, hogy a korábbi időszakokban, vagy a korábbi bajnokságokban sokszor volt az, hogy vártuk ezt a novemberi válogatott szünetet, mert utána kezdett el a csapat nyerni, és mondjuk kapaszkodni a tabellán. Most ez egy viszonylag kényelmesebb helyzet, ahogy a csapat elkezdte a szezont, és most azt mondom, hogy most van benne négy olyan mérkőzés, amin tényleg idézőjelben csak mondjuk kétszer szerzett pontot a csapat, ez belefér. Hát nyilván, amiket mondott a Peti nyilván innét kell akkor megint elindulni fölfele, de mondom, szerintem ez mindig egy sokkal jobb változat, mint amikor tényleg már az ember vágta a centit, hogy jöjjön a válogatott szünet, mert utána hagyományosan jó a volán. Vagy rosszak az ellenfelek, igen, olyankor szokott az ellenfél hullámvölgybe kerülni.
Igen, és hát azért tényleg nem menjünk ezt szó nélkül, mondta ugye Peti is, hogy nem akármilyen kiesői vannak a Fehérvárnak, és mondjuk Klagenfurtban utolsó percig éles meccset játszani, ugye üres kapus góllal végül kikapni, úgy, hogy feltételezett, hogy akár Bartal is, akár Hári, akár Stipsic, akár Nilsson, tehát tényleg atutalep emberek, ugye három back a legjobbak Igen. közül nincs. Ha úgy játszhatsz egy Klagenfurttal, amely azért címvédő és rekordbajnok, akkor mondhatjuk, hogy tényleg úgy pariban vagyunk a legjobbakkal. Persze, Horog Laci már többször elmondta itt az adásban, hogy az osztrák csapatok majd most kezdik feltölteni, meg utolérni magukat, mert olyan bizonytalanul kezdtek, nem most Laci? Most akkor ezt mi is elmondhatjuk magunkról, nem Laci? Mi is most kezdjük majd feltölteni és utolérni magunkat, hiszen most jönnek vissza. Azért Klagenfurtban csak annyit tényleg, hogy a fixen hiányzó Stipsic és Nilsson mellé a csapattal elutazó Fourné se tudott pályára lépni, tehát a meghatározó bekjeink közül három hiányzott azon a mérkőzésen, mert ő megbetegedett, de hála Istennek nem Covid típusú megbetegedése, hanem egyéb problémája akadt. Covidos most nincs. Nincsen, lekopogom. Covidos nincsen a csapatban. Ami azért ugye nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván ez már a más témánkra is átvezet, mert hát a ti szezonjaitokat is az előzőekben rendesen befolyásolta ez a dolog. Most jelen pillanatban, ami különösen érdekes, ugye hogy egészen más szabályok vannak Ausztriában például beutazásra, ha valaki mondjuk civilként, turistaként akar menni, mint itt. A mérkőzések... Zoli azt akarja kérdezni, hogy januárban, ha mi mennénk síelni, hogy tudtok minket kivinni, majd beférünk a csomagtartóba. Beférünk a buszba, egy nagyobb zsákba esetleg. Ha januárban tudtok menni síelni, akkor csoda, akkor ti mindent el tudtok intézni, nem kell nektek segítséget. Igen, Platón is kimentek. De nem csak a beutazásban vannak különbségek, nem tudom ez most hogy van egyébként, hogy rátok milyen speciális szabály vonatkozik, de ugye például nézők nem lehetnek Ausztriában, itt pedig lehetnek. Ezt hogy viselik az osztrákok, vagy ez mennyire versenyegyenlő? Előtlenség jelenleg. Ez tavaly, tehát ehhez ők már hozzászokhattak, hiszen tavaly is egy nagyon rövid ideig volt egy ilyen periódus a bajnokságnak, hogy ők már lezártak, nem volt nézőjük, nekünk még november, azt hiszem 10-ig, 11-ig nézők előtt mehettek a meccseink. Most ugyanez a helyzet van, én csak abban reménykedem, hogy ez nálunk így is marad, és a legalábbis a védettségi igazolvánnyal rendelkezők az oltottak számára továbbra is felmarad a lehetőség annak, hiszen ők mindent megtettek azért, hogy mondjuk most maradjunk a sportnál nálunk, hogy sporteseményre járhassanak és meccseket nézhessenek élőbe. Én azon a párton vagyok, ezt mindenhol el is mondom, hogy nekik meg kell adni azt a lehetőséget, ha ők megtettek mindent a társadalom, a közösség érdekében, hogy járhassanak mérkőzésekre. Én csak abba bízom, hogy ez így marad, ez nem fontos lenne nekünk a csapat számára is. De igazából, hogy visszakanyagyok az elejére, szerintem az osztrák csapatok beletörődtek ebbe, és ennek szellemében dolgoznak tovább. Valóban ez most különbség. A tavalyi évhez talán viszonyítva talán annyi a különbség, hogy maga az utazás, maga a csapatunk kiutazása és a hozzánk érkező csapatok beutazása jelenleg nem igényel akkora logisztikát, mint a tavalyi évben. Tavalyi évben még a járványkezelésben talán egy kicsit újonc volt minden ország is. Nagyon-nagyon különleges, vagy nagyon-nagyon komoly segítséget kellett kérnünk a magyar külügyminisztériumtól, a külügyminisztérium munkatársairól, a határőrség, a rendőrség munkatársaitól, hogy azokkal az engedélyekkel, amiket megkaptunk, tudjunk utazni, és tudjanak hozzánk utazni. Jelenleg erre most még nincs szükség. Van egy zöld folyosótok, csak unott arccal inted, itt a hókisok menjenek. Ez a... De... Lezárva ezt a témát, pontosabban átvezetve egy másikra, a klubvezetésnek jelenleg, vagy a klubvezetőknek mekkora szabadságuk van abban, hogy hogyan reagálnak, ha mondjuk van covidos, vagy lenne keretben. Tehát van-e valami egyértelmű szabályozás arra vonatkozó, hogy ilyenkor mi a teendő? Van, természetesen. Egy nagyon, nagyon komoly és betartandó covid protokoll van a ligában. Jelentési kötelezettségünk van. Annyit szigorodott a helyzete tekintetben az osztrák zárásokkal egyidejűleg, hogy folyamatos tesztelésre vagyunk most már kötelezve, és a teszteredményeket folyamatosan küldeni kell a liga központjába. A ligának van egy orvosi stábja, egy orvosi bizottsága is, akik ezeket az adatokat várják kötelezően a csapatoktól. Természetesen én bízom abban, hogy velünk egyetemben ezt minden csapat tisztességesen és a valóságnak megfelelően végzi és küldi. Ezt a protokollt be kell tartanunk, tehát ilyen szempontból mi nem játszhatunk
hogy mondjam, nem döntetünk saját magunk, hogy akkor jelentünk, nem jelentünk, de komolyan is veszük. Ha covidos van, azt jelentjük, hiszen a többi csapat egészségével is játszunk, azzal is törődnünk kell, hiszen ez azt is érinti, aki hozzánk érkezik. Úgyhogy ezeket a szabályokat be is tartjuk. A nagy kérdés persze, hogy tényleg is ne kerüljön rá sor se a Volán, se más csapat vonatkozásába, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk egyszerre tényleg ilyen nagyobb mennyiségben ütné fel a fejét a vírus. Ugye az elmúlt hétvége mondhatjuk, hogy szenzációja volt, és talán ennek az egész most már lassan két éve tartó őrületnek a sportban egyik legabszurdabb megjelenése. Portugál bajnokságban a Belenenses, amely egyébként egy kieső jelölt csapat. Biztos jól mondtad a nevüket? Biztos? Nem tudom. Jól mondtam. Tudom. Lehet, jól? Hogy egy U betűt, egy Belenenses-t valahova bele kellene Belenenses tenni. De gyakorlatilag egy kieső jelölt csapat úgy fogadta a Benficát, hogy a mérkőzés előtt tudták meg, hogy újabb koronavírusos eseteik vannak, és hát azt mondta a klubvezetés, hogy nem tudnak kiállni 11 egészséges játékossal, de nem engedte a szövetség, hogy elhalasszák a mérkőzést, úgyhogy ez a kis csapat 8 játékossal fogadta, 8 mezőnyjátékossal, akik közt már volt egy tartalék kapus a Benficát. Hát a Benfica azóta pedig, vinni a Barcelona. Igen, ugye a bajnokok ligájában vitézkedő Benfica hetet rúgott nekik már az első félidőben, a második félidőre már nem jött ki egy játékos, majd pedig az a bizonyos cserekapus, aki mezőnyjátékos volt, leült a kezdőkörben, és mondta, hogy ő se tudja folytatni. Innentől kezdve a szabály az, hogy a játékvezető lefújja a mérkőzést, mert 6 mezőnyjátékosa maradt az egyik csapatnak. El lehet-e idáig jutni? Tehát tényleg ez, én azt nem tudom ezen értelmezni, hogy ez egy ilyen mementó volt-e, hogy ennek az egész helyzetnek az abszurditására felhívják a figyelmet, vagy a helyi szövetségnek a teljes töketlensége és méltánytalansága, mert én szerintem ezt a mérkőzést ilyen körülmények között nem szabadott volna engedni, megrendezni. Az más kérdés, hogy az adott csapat valóban nem oldhatta volna-e meg, akár juniorból, akár ifiből valahogy. Azt, felvett hogy kérdéseket, hogy nincs utánpótlás nevelés, tehát mindenhonnan. Micsák az akadémiák? Nem, az, én szerintem az a nagy kérdés, amit én mondjuk nem olvastam sehol, hogy egy mi a ligának a szabályzata, hogy mennyivel a mérkőzés előtt kell ezt bejelenteni, a másik pedig, hogy mennyivel előtte derült ki a Belenenses számára, hogy ennyi játékossal tud kiállni. Úgy emlékezhetünk arra, a tavalyi csodálatos kézilabda szezon, ugye, amikor gyakorlatilag volt 4 hónap, amikor nem játszott mérkőzés az Albafehérvár KC, mert bár játszhatott volna, de elmaradt. Ott konkrétan volt olyan meccs, hogy én ebéd közben tudtam meg, hogy az esti mérkőzés, amire a Békés Csaba ellen fölkészültem, menni kellett volna dolgozni, hogy az a mérkőzés akkor derült ki, hogy elmarad. Ez is egy abszurd helyzet. Hát de volt, hogy úgy maradt el, ugye, hogy a csap, lehet, hogy oda Békés Csaba, ez a Békés Csaba jelezte, hogy ők 2 nappal korábban játszottak egy csapattal, amelyikben utólag kiderült, hogy volt koronavírusos, ezért ők nem utaznak már el a következő meccsre. Ez az a csapat volt, amelyikkel 5 nappal korábban meg mi játszottunk. Na, erre utalom, és a központi szabályozás teljes összevisszasága, mert azóta azért a kézilabda szövetségnél máshol is kiadtak irányelveket, hogy tényleg maximálisan törekedni kell, akkor még gyakorlatilag a klubok saját kezébe helyezték a döntést. Egyiket, bocsánat, csak mert kijegyzeteltem, hogy 1,5 órával a kezdés előtt tudta meg állítólag a Belenenses, hogy újabb esetek miatt hány játékos áll a rendelkezésükre. Tehát tényleg egy ilyen viszmajor volt, ha úgy tetszik. Persze még akkor is felmerül, hogy mondjuk a telefonálni a junior csapat jobb szélsőjének, hogy gyere fiam, be kell ugrani, hogy ez lehetséges-e ilyenkor. Hát, vagy a juniorok máshol játszottak, tehát, hogy azért hogyha a Volán nézzük, ott ez, most sem mindig kívül, mert most hát ez nem akár Budapestről lerángatni egy játékos, vagy 4-et. Nem vagyunk minden, nem biztos, hogy minden tudás birtokában vagyunk, ugye, ahogy a Laci vett ki ebből. A Laci kívül természetesen, de a végén összegzi akkor a történetet. De az biztos, hogy ezek nem egyszerű dolgok, hogy hirtelen juniorokkal feltölteni egy keretet, ha úgy van, ahogy te kiolvastad a hírekből, hogy 1,5 órával a mérkőzés előtt derül ki tesztekből, hogy valami 17 a Covid-dal fertőzött játékosok száma a csapatnál. Én azt gondolom egyébként, hogy mindenképp öngól a sztori. Tehát bármilyen sportágban, bármilyen szövetségnek és csapatoknak egy ilyen történetet ideig nem szabad elengedni, mert ez hatalmas öngól marketingben, imásban, egyáltalán annak a sportágnak az adott országbeli megítélésében, hiszen minden, úgy tűnik, persze utólag okos az ember, hogy minden döntés jobb lett volna annál, mint hogy ilyen, mondjuk ilyen komédiába fulladjon egy portugál bajnoki mérkőzés első osztályban. Azt hiszem, voltál ott? Szóval az. Nem, viszont a Volánon kint voltam.
mindig nem lehet menni, mert meg akartam nézni a Salzburgot. És egyébként arra gondoltam, hogy előtte Petivel volt egy nagyon nagy évű interjú, nagyon jól sikerült a Megyei Napilapban. Ki készítette? Én csináltam, nagyon jól sikerült, ahol Peti elmondta, hogy hát az osztrákoknál ismerjük a viszonyokat, de az egy nagyon jó irány, hogy ugyan maszkban, de megnézhetjük a mérkőzést. Tehát ez egy tisztességes ajánlat, hogy ugyan maszkban vagy, de nézheted a meccset. És arra gondoltam, hogy nagyon jó, hogy ezt láthatom, nagyon jó, hogy itt lehetek. És valóban, hogyha ott ezek a szabályok, az osztrákok valami miatt ezt hozták, számomra nem igazán érthető, de én úgy gondolom, hogy aki valóban védett és mindent megtett, az igenis látogathassa a mérkőzéseket. Csató Kovács Imre, a Csíkszered a főszponzora és vezetőségi tagja volt nagyon felháborodva pár héttel ezelőtt, amikor Romániában is ezeket a határozatokat hozták, és azt mondta, hogy a Szereda szurkolóinak a 70%-a azért oltatta be magát, hogy a csapatot láthassa. Ott ez hit, vallás, élet, és ővelük nagyon készültek. Múlt hétvégén a Brassó elleni 8-1-re megnyert meccsen újra lehettek, 30%-os töltöttséggel, de igazából a bérleteseket beengedték, elképesztő hangulat volt, és ilyenkor van a sportnak az az ereje tényleg, hogy összerántja a társadalmat, stabilitást ad a lelkeknek, és ezért fontos az, hogy mi járhassunk valóban meccsekre, legalábbis ez nagyon fontos nekem is, és úgy gondolom nagyon sok szurkolótársamnak. Ugyanakkor például ez a Belenenses történet nekem arról is beszél, hogy minthogyha valóban még mindig nem tudná a sportvilág teljesen, hogy mit kezdjen ezzel a vírus helyzettel. Nyilván ez egy nagyon szélsőséges eset, és nem fog megismétlődni. Azt gondolom, más nem most Portugáliában is elgondolkoznak, hogy akkor milyen szabályozással tegyék lehetővé, vagy akkor elhalasztani egy ilyen mérkőzést. De az a kérdés ilyenkor, nyilván a Benfica meccsét, én gondolom, hogy adta a tévé, hiszen miért ne adná. Nyilván eladtak rá érde. Tehát, hogy mennyivel előtte tudod megtenni azt, hogy melyik ujjadba harapsz, azt mondod, de elhalasztod az egész mérkőzést, vagy csinálsz egy ilyet. Mondjuk ez tényleg, tehát ennél rosszabb megoldás nagyon nem létezik, csak nyilván a portugál szövetséget is köti egy szerződés, mire végigfuttatod a rendszeren, tényleg, ha másfél órával előtte derült ki, hogy te figyelj, mi ezt szeretnénk, oké, akkor figyelj, akkor nézzük meg, hogy a tévétársaság mit mond, és lehet, hogy a tévétársaságnál pedig ül egy hülye, aki azt mondja, hogy gyerekek, le van írva a szerződés, a jogászainkat meg, mire jutunk a jog, tehát hogy azért az érintettek is tudták, hogy mind a két klub vezetői egyébként azt nyilatkozta, hogy ez a portugál futball szégyene, hogy ennek meg kellett történnie. Nem, az tegnap este. Ezzel nehéz vitatkozni egyébként. De a kiszolgáltatottságok kitettsége, azt értem, hogyha te például azt tudod meg, hogy a leendő ellenfeled most éppen fölhív meccs előtt 2 órával, hogy figyelj, van 3 új vírusosunk, most akkor mi legyen? Van-e egyáltalán jogköröd, lehetőséged mérlegelni, dönteni? Ő helyettük nyilván nem, de mit mondhatsz akkor a saját szurkolóidnak, hogy befolyásolhatod, vagy presszingelheted az ellenfelet esetleg? Tehát, hogy még mindig az történik, hogy itt pillanatok alatt kell dönteni, és nem abban, hogy beengeded a közönséget, hanem hogy a saját csapatoddal mit teszel. Hát ez mindig liga döntés kell, hogy maradjon, ahogy nálunk, ugye egyébként a portugál futballban is. Tehát a liga azért van, a ligának ezt a felelősséget vállalni kell, hogy minden a csapatok által adott információ birtokában elrendeli egy mérkőzés lejátszását, vagy elrendeli a törlését, halasztását, bármit. Itt sem történt ez meg. Nyilvánvalóan lehet, hogy ilyen dolgok is játszottak benne, bár egy mérkőzésre azt mondom, hogy egy mérkőzés televíziós közvetítésének lehetősége az elhalasztott mérkőzés közvetítésével pótlódik, tehát kvázi reklám és egyéb értékben nem biztos, hogy történik káresemény. Csak az a kérdés, ugye, hogy mondom, hogy tehát szerintem itt előfordult ez is, hogy jogilag hogy oldod meg, és a vonal végén nem érték el azt a jogászt, aki azt tudta volna mondani, hogy gyerekek A vagy B, túl sok, tehát itt szerintem sok összetevős. De a Covid rávilágított a rendszer hibáira. De ugyanakkor ugye a kézilabda bajnokságban volt a mostani szezonban, talán, hogy a Siófok nem állt ki a Győr ellen, mert hogy volt 3 gyanús esetük, és nem akarták kockáztatni, és akkor így csak 0-10-zel. Tehát, hogy az is egy vicces dolog, hogy akkor meg nem állok ki. Na, hát ezt mondom, mert ugye Péter azt, hogy a liga döntésnek kell lenni, de változatlanul előfordul, a kézilabdában másfél éve még abszolút napi szinten, és ezek szerint most is, hogy egy csapat dönt úgy. És nyilván egy világjárvány idején visszás, hogyha elkezdesz ezzel veszekedni, meg őket negatív színbe feltüntetni, mert mondhatja, hogy ő csak a játékosai érdekeit védi. A kérdés, hogy így tényleg ez az egész sport, ami azért egy hatalmas üzlet, óriási jegybevételekkel, marketinggel, egyebekkel, ez mennyire válik tervezhetővé, vagy össze-visszává?
Még mennyire akarják kijátszani ezt a rendszert? Tehát azt nem, azt sem szabad elfelejteni, hogy adott esetben, hogyha ez ennek mondjuk precedens teremtesz, hogy te döntöd el, hogy most ki állsz, vagy nem állsz ki, sérült a legnagyobb sztárot, csinálsz három, figyelj ide, a két cserekapuson, meg a 18 éves balbekkem, covidos, én már nem akarok kiállni. Hát így, tehát itt azért, és azért nyilvánvalóan megvannak azok a rétegek, ahol megy a trükközés, főleg adott esetben mondjuk egy kiesés ellen a bajnokság vége felé. Egészen biztosan fölhívták ott a mondjuk versenyszervezési bizottságot. A portugáloknál azért a tavaszt megéli a három nagy csapat mindenképpen. A BL-ből ki is esnek, de mennek a alsóbb osztályokba, és eljutnak döntően a 8-ig. A Braga is el szokott menni azért még 8-ig, 16-ig Európa Ligában. Tehát ott egész biztos, hogy megnézték a menetrendet, és azt mondták, hogy Magyarországon ez már jövő csütörtöktől nem lesz nemzetközi szereplőnk. Tehát itt január 20, január 29, február 5 besülyezthető ebbe a programba. A portugáloknak valószínűleg nem, ott is van Portugál Kupa, Liga Kupa és a nemzetközi porondon érintettek. De pár évvel visszagondolva a THW Kielnek volt olyan meccse, hogy a nemzetközi kupában és a bajnokságban is, és egyiken kiállt a kifi csapattal. Sőt, három éve a Liverpool ugyanez volt, hogy ugyanazon a meccsen aznap játszottak volna két meccset, és végül is a klubvilágbajnokságra mentek el egy nappal korábban, és a Liga Kupába kiálltak kifisták, kaptak is egy ötöst valakitől. Tehát, melyik volt az angol csapat, a magyar srác védett, ugye most, és az a Premier League meccs, vagy kupa meccs volt? Ahol, kupa meccs volt. Ahol gyakorlatilag, és a Liverpool-lal játszottak, ez most volt egy hónapja, amikor vállalták, hogy a Villa volt, tartalék csapattal a Villa volt, játszott, az egy kb. Egy éve volt, és ugye igen. Ott a Villának is nagyon sok kiesője volt, és úgy nem, és nem jut eszembe a srácnak a neve. Nem engem mutat a kamera, akkor megnézem. Tehát, hogy valóban vannak, amit a Laci is mond, akik felvállalják. Azt mondják, hogy akkor ők játszanak cserékkel, ifikkel, mert egyszerűen nem lehet mindent figyelembe venni, és lehet, hogy ez még akkor is előfordulna, ha nem lenne Covid, mert a versenynaptár egyébként agyamenten sűrű mindenhol. Nem, Jürgen Klopp azt mondta, hogy valamiért elengedték a Liga Kupát, a klubvilág bajnokság megnyerés. Fontos volt, szerepeltek még az aktuális BL sorozaton, és azt mondta, hogy minden nem férhet bele, és a Liverpoolnál valószínűleg komolyabb... Onódi Ákos. Tehát a Liverpoolnál az utánpótlás nevelő is egy fokkal lehet erősebb, mint a belemásásnél, tehát... Igen, egyébként most még egy ilyen tényleg... lehet, hogy szélsőséges gondolat, és ez nem jutott, de klubvezető van itt, úgyhogy meg tudja válaszolni, hogy azért itt nagyon komoly pénzeket kereső, nyilván a költségvetésből jelentős összegeket kihasító játékosok vannak adott esetben, sztárok. És azért, amikor egy azzal szembesülsz, hogy valaki beteget jelent, vagy nem játszik, vagy esetleg úgy érzed, hogy nem akar játszani ilyen okok miatt, akkor nyilván, mint minden más gazdasági vonatkozás, ez is felmerül, hogy te nyilván nem azért igazoltál egy keretet sok millióból, hogy utána 5-10 meccseket hagyjanak ki ezek a játékosok, úgy, hogy adott esetben jégre tudnának lépni, vagy pályára. Ez igen, nehéz kérdés, de az, hogy játékos mondjuk valóban beteg, vagy nem beteg, annak az eldöntése nyilvánvalóan mindig az orvosi stábnak a dolga, a kompetenciája. Szerencsére olyannal nem találkozunk ékorunk tekintetében, a csapatunk tekintetében, hogy látszatbetegségekre hivatkozva hagynának ki mérkőzést játékosok. Sokkal inkább jellemző az, hogy enyhe sérüléseket kvázi eltitkolva vagy letagadva is pályára akarnak lépni. Mondjuk ez egy egészségesebb mentalitás, nyilván az ilyen győztes mentalitású srácokat akarja mindig az ember a keretébe tudni, persze kívánva, hogy sérülése az én. Igen, nem is elsősorban erre gondolt, nyilván én sem gondolom, hogy bárki kamuzda, hanem amiről beszéltük, hogy mondjuk azt mondja egy csapat, hogy nem játszom, mert az előző ellenfelem beteg volt, és akkor én se akarok most játszani, miközben mondjuk egy tuti vereség elé nézek, tehát felmerül, hogy ez egy kifogás. De ehhez kell nyilván egy erős szabályozás, ami ezt nem teszi lehetővé. Ilyen kérésekkel annak az adott csapatnak, akinek a fejében ez megfordul, ugyanúgy a ligához kell fordulnia. Tehát egy csapat nem velem fog egyeztetni, hogy akkor nem jönnék a mérkőzésre, és akkor felejtsük el az egészet, és akkor a sztárjait sem játszanak, meg nem láttatják a nézők ezt a mérkőzésedet. A ligához kell fordulni, a liga pedig majd bölcsen eldönti, hogy helyt ad-e a csapat kérésének. Nyilván megkérdezi az ellenfelet, hogyha mi vagyunk, akkor minket, hogy mi mit gondolunk mi erről a dologról, mi pedig nyilván megkérdeznénk, hogy hitelesen alátámasztotta az indoka a leendő ellenfelünknek, így megy ez. De a végső döntés, ahogy korábban is mondtam, egyértelmű a ligái, és ezt a felelősséget nem is szabad elvenni tőlük, hiszen ezért vannak, ezért irányítják ők a ligát. Néha hoznak olyan döntést, ami
ami kedvező, néha hoznak olyan döntést, ami nehéz helyzetbe hoz minket, egy csapatot, akár utazás, akár egy mérkőzés pótlólagos lebonyolítása szempontjából, de az egész rendszer csak addig működik, amíg annak van egy vezérlője, egy vezérlő elve. Ha az nincs, ha a csapatok eldönthetnék, hogy a Tomi is mondta korábban, eldönthetné egy csapat, hogy hát én akkor most ezt nem játszom, megbeszélem a másik csapattal, hogy ezt nem játsszuk le, az negyedően belül káosz, és annak a bajnokságnak a szétesését, az egész rendszerének a szétesését jelenteni. Igen, ásért ugye ne felejtsük el, hogy itt a Covid első időszakában tényleg a legtöbb bajnokság félbeszakadt, és azóta mindenki ezt szeretné elkerülni. Na de hát vannak olyan dolgok, amik Covid-tól teljesen függetlenek, úgy tűnik a világ örök állandóságához tartoznak. Ugye hétfő este kihirdették az aranylabda idei végeredményét. Akkor viszont látás. Mondanám, hogy szavazás, de, nem tudom, ez direkt mondta, hogy a Covid-tól független tavaly nem osztották ki a díjat. Igen, pont a ezt, ezt érinteni is fogjuk. Nem. Lionel Messi megkapta megkapta a hetedik aranylabdáját, amihez innen is gratulálunk. Szerintem nagyon sokat jelennek innen a Fehérvár televízió stúdiójából. Laci, képes voltál ezért felvételről megrézni ezt az egész pucparádét. Te örülsz, te méltónak és jogosnak tartod a döntést? Én biztosra vettem, hogy Lewandowski a tavalyi szezonban megkapta volna, hogy most oda fogják adni neki. Onnantól kezdve, hogy 7-szer tudott ő nyerni, 6-szor Cristiano Ronaldo, itt marketing az egész, hiszen itt ők egyszer kaptak volna az életükben, talán 2-szer, de biztos, hogy másokat is helyzetbe hoztak volna. Annak idén 94-ben, amikor Romário gyakorlatilag a braziloknak megnyerte a VB-t, nem kaphatta meg, azért, mert dél-amerikai, tehát csak európaiaknak adhatták oda. 95-ben történt egy jelentős változás, Georges Weah megkaphatta, azért szabályt változtattak, azóta lényeg, hogy Európában játszó. De akkor volt egy ilyen, egy olyan hatása, hogyha az adott aktuális VB legjobbja, a legtöbb gólt szerző játékosa, biztosra vette mindenki, hogy jó lesz az aranylabdás, az eredményei miatt. Aztán volt ilyen, hogy a legjobb, az adott EB legjobban védő kapusa megkaphatja, és így nyerhettek. De ma már az elmúlt időszakban nem nyerhet más, csak ez a két ember, akik elképesztő, hogy csodálatos sportolók, csak úgy gondolom, hogy Lewandowski, ha nem csak az eredményei, a sportákhoz való hozzáállása miatt, úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések, de nyilvánvalóan ennek is megvannak a maga mélyértjei. Igen, egyébként, személy szerint azt gondolom, hogy ideje, és talán akkor jár el helyesen az ember, ha most Messi tekintetében is külön választja a sportolót. Én személy szerint azt gondolom, hogy egy zseniális sportoló, egy zseni a pályán. Egyébként Cristiano Ronaldoval egyetemben, teljesen más stílusban, teljesen más típusú emberként a pályán. Azt a sportembert szerintem illik és érdemes is tisztelni azért, amit ebben a sportágban az elmúlt időszakban letett, és külön kell ettől választani azt a marketinget, azt a egyébként túl hype-olt marketinget, és ezt a csillogó, csili-vili átadógálat, amit én személy szerint egyébként nem szeretek egyáltalán, tehát tőlem távol áll az ilyen, ezt teljesen külön kell választani. Ez egy Messire, vagy esetleg Ronaldóra, vagy az ő párosuknak a vetélkedésére épített marketing az egész, ami teljesen másról szól, mint az adott emberek sportesítményében, csatlakozom a Lacihoz, ezt teljesen így látom én is. Ettől függetlenül ez a hetedik aranylabda szerény véleményem szerint egy kicsit annak szól, hogy Lionel Messi, vagy Lionel Messi végre Argentinával Copa Amerikát tudott nyerni. Egyébként nem kis teljesítményt letéve, hiszen 7 mérkőzésen 4 góllal és 5 gólpasszal járult hozzá ez a sikerhez, ami azért nemzetközi tornákon, ahol végül is a csapatodat győzelemre is viszett csapatkapitányként. De Csákváron a Takás meg már 11 gólnál. Hát igen, de méltatlan is, hogy nem volt ott. Ugye? Méltatlan. Ezért mondjuk mi a Lacival, hogy az egész gála egy túl hype-ot dolog. És nem. De azt csak azt akartam mondani, hogy az egyik portál, ja, nemzetközi focis portál, hogy megszavaztatta az olvasóit, és több százezer szavazat érkezett, ott is Messi nyert. Egyébként. Tehát, hogy én ki vagyok rajta, tehát, hogy én nem tudom ezt most támadni egyébként, tehát a Lewandowski miatt igen, tehát azzal egyetértek egyébként Lacival. Én azt gondolom, hogy Lewandowski és Jorginho is sokkal jobban megérdemelte volna, mint Messi. Hát Jorginho-t azért erősen vitatom. BL-t nyert, Európa-bajnokságot nyert, baromi jó futballozott. Az a baj, hogy egy olyan poszton játszik nyilvánvaló, ami nem látványos. Ez a, ugye például Michael Carrick talán az egyik legkevésbé felmagasztalt játékosa a nagy Manchester Unitednak. Meg kellett mindig nézni, tehát Carricket nem vette észre, hogyha a pályán van. Azt viszont igen, ha nem volt.
Tehát, hogy ugye vannak ezek a típusú játékosok, akik egyébként mélységből nem olyan látványosan, nagyon-nagyon sokat tesznek hozzá. Messit világ életében kiszolgálták. Tehát most olvastam, hogy ő az első Paris Saint-Germain játékos, aki megkapta. 8, 10 mérkőzés, egy gól a mérlege abban a... De az aranylabdát nem az idei szezon teljesítményre adják, hanem az elmúlt nem a Paris Saint-Germain. Én azt gondolom, hogy egyébként valóban ezzel lehet vitatkozni, hogy személy szerint Jorginho, az biztos, hogy az olyan típusú játékosok, mint ő, vagy Kerik, vagy te is említesz, szerintem náluk azért nagyobb klasszisok is játszottak azon a poszton, nem kapják meg, mert mindig a góllövők, a sztárok, a csatárok, a világ legjobbjai mindig fogják megkapni. Viszont Lewandowski az. És én azt gondolom, hogy azért méltányosságból is, vagy ha úgy teszi, tényleg sportszerűségből, amiért tavaly nem kaphatta meg, ami egyébként nem értem miért. Tehát, hogyha meccseket lehet rendezni, meg Copa Amerikát, meg Bajnokok Ligáját néző nélkül, akkor aranylabda szavazást miért nem lehetett rendezni? Ez egy teljesen abnormális dolog. És nyilván én is a kicsit sajnálom, hogy nem azt az elvet követték, mint annak idején II. János Pál pápánál, hogy a politika azt akarta, hogy legyen egy kelet-európai és a szovjetekre kicsit friskát okozó pápa, és akkor lett egy lengyel. Most lehetett volna Lewandowski is a kicsit a nem hanyatló nyugatnak fityiszt mutatni, ha már a Bayern München játékosa. Akkor lehet, hogy mégis megtaláltad a politikai szállat, hiszen most a pápa is argentin. Erősebb befolyásuk. Egy megerősödő dél-amerikai országról beszélünk ezek szerint. Már Lewandowski kapcsán... Szárnyalnak gazdaságilag, bocsánat. Hajlamos vagyok azt hinni, hogy... Tavaly ugyan a Bayern Münchennel mindent megnyert, és még elképesztő szezonja volt, de nem biztos, hogy megkapta volna, hiszen Juventusszal bajnok lett Cristiano Ronaldo is. Tehát lehet, hogy ez a Kupa Amerika győzelem ilyenkor elgondolkodtat, hogy visszatérve az elmúlt 15 évben olyan játékosok nem lettek aranylabdások a két zseni miatt, mint egy Iniesta nem lett aranylabdás, Xavi egyszer lett harmadik. Egész biztos, hogy olyan kvalitású játékos volt, és mondhatnánk a nevüket, egy Manuel Neuer, mert mindig Ryan volt... Giggs. Hát én ezt igazából ott szerintem engedtem el, amikor a 2010-es világbajnokság évében nem valamelyik spanyol extra klasszis kapta, akik megnyerték a VB-t, és a Barcelona is ugye azért egy csúcson volt, de nem is Robben kapta, aki B1-t nyert, és a holland válogatottal mondjuk szintén a VB-n döntőig jutott, hanem odaadták Messinek, mert Messinek járt egy aranylabda, nem tudom, akkor éppen a harmadik, negyedik. Nem az a vicc, ebben a szavazásban... Ott kiderült, hogy ez már nem a sport szakmáról szól. Nem abban az a szavazásban, bocsánat, az a vicc, hogy például Erling Haaland vagy Holland 10-be sincs. Hát ne csináljuk már. Hát, hogy De az is valahol drám, hogy csak 7. Mo Salah, aki meggyőződésem, hogy a két gigász mögött, most néha úgy érzem, hogy ő a világ legjobb futballistája, de valóban... Hát a mostani formáját nézve én azt gondolom, ha az adott pillanatot nézzük, akkor jelen pillanatban Salah a világ legjobb futballistája. Igen. És hát ugye itt különböző díjakat is átadnak ilyenkor, most a Lewandowski megkapta a legjobb csatárt, hogy nyilván igaz díjnak tekinti. De például a Messi simán lehetett a legjobb női futballista. Ezt az összemosást én akkor éreztem reálisnak, amikor megsérült a döntőn, de amikor Cristiano Ronaldo Európa-bajnokságot nyert a portugálokkal, akkor úgy gondoltam, hogy most valóban reális az, hogy ő lesz az aranylabdás. Ő is lett. De itt a Messinél valóban ezt a mostani Kupa Amerika győzelmet egy kicsit belemagyarázásnak érzem a mostani csak azért tegyük helyre a Kupa Amerika komolyságát, hogy ugye gyakorlatilag egy hónappal vagy másfél hónappal a Kupa Amerika előtt az egyik rendező ország mondta vissza, majd itt a három héttel ugye a másik rendező ország én is, és a harmadik bele, ország egy Európa-bajnoksághoz, Európa-bajnoksághoz, világbajnoksághoz szerintem nem viszonyítható, két évente rendezik, gyakorlatilag két világszínvonalon komolyan vehető válogatott, meg mindig egy aktuális harmadik, aki mondjuk akkor éppen jobb. Tehát egy olyan mezőnyben, ahol azért Bolívia meg Venezuela ellen kell villogni, az nem ugyanaz. De leginkább azzal van bajom, hogy amikor Messi megkapta, és azt mondták a kritikusok, hogy de a válogatotta nem nyert semmit, akkor az volt az év, az nem számít. Most meg lengetik a Copa Amerikát, hogy na, megnyerte a Copa Amerikát. Tehát itt mindegy, megérdemelte Messi, maradjunk annyiban. Szerintem nagyon sokan várjuk már, hogy vége legyen ennek a Messi-Ronaldo érának, mert itt azért tényleg nagyon sokan vannak. Tényleg... A Ronaldo érának vége van. Tehát elment Manchesterbe. Főleg, hogy jött a Rágnik, szerintem nagyon pályán sem lesz a szezon hátralévő részében. Na de hogy tényleg sokan voltak, akik nem kaptak, meg sokan vannak most már, én azt gondolom, hogy egy nagyon erős generáció van mögöttük, akik sok tekintetben már talán jobbak is, és egy sokkal látványosabb versenyhelyzetet, nem kétpólus lesz, azt gondolom, a következő 15 év labdarúgása, hanem azért 3-4.
5 percünk maradt körülbelül az adásból, arra gondolom, hogy itt a végén akkor arról beszéljünk, aminek egyébként tudtommal még, vagy soha nem is lesz videótonos vagy fehérvári vonatkozása, hogy Dárdai Pál váratlanul ugye lapátra került Berlinben, biztos szebben kellene ezt megfogalmazni, de hát nincs szó arról, hogy szerződésbontást kezdeményezett volna. Sokat beszéltünk itt az elmúlt... De kifizetik évvégéig. Nyilván, tehát meg egyébként azt gondolom, hogy ugyanúgy a Hertha legendája marad, és szerintem dolgozhat még ott a klubban. De sokat beszéltünk itt ugye a magyar edzőkről, meg a fehérvári edzőkről, meg arról, hogy ki vállal komolyabb feladatot. Titeket meglepett ez a dolog? Ja, kicsit igen is, meg nem is. Tehát én nem gondoltam, hogy most így kirúgják, de ez látszik, hogy ez egy előkészített folyamat volt. Én azt gondolom, hogy ha nem is, tehát a játékképe is azért a Herthánál szerintem, bár nem láttam sok meccsüket, azért, tehát ez nem az a Hertha, amit korábban akár a Dárda irányítása alatt is láthattunk, és inkább szerintem az, hogy most már ugye a második játékosával veszett össze edzésen elég komoly szinten Dárdai, tehát hogy itt valami, ugye nem szeretjük mondani ezt a kémiát, de szerintem valami kémiai folyamat az, ami megszakadt, ugye Boateng rúgta össze a port, most pedig ugye a kimondhatatlan nevű játékosukkal, és szerintem ezek ilyen fontos jelek voltak, hogy itt most valahogy nem működik a Dárdai mágia. Az tény egyébként, hogy tényleg Dárdai az, aki mindig átveszi a csapatot, megmenti, elindulnak fölfele, kirúgják, vagy lecserélik a palit, hoznak egy edzőt, annak adnak egy rohetli pénzt, hogy igazoljon. Nem jó, tehát úgyis lesz még a Dárdai a Hertha edzője. Most már megint megy az U17-be bajnoki címet nyerni. Részemről, tehát veled ellentétben azt mondom, hogy ez kb. Annyira volt váratlan, mint télen a hóesés, hogy azért egyszer-egyszer előfordul. Mert azért nem kell komolyan menni szerintem feltétlenül minden sajtóban megjelent nyilatkozatot a mondjuk a berlini sportvezetők részéről, ez a minden rendben van, megyünk tovább, és persze, sőt, hiszen hát, azért az közmond, azért köztudott, hogy amint azt nyilatkozzák egy edzőről, hogy teljes a bizalom, akkor kezdhet csomagolni. Tehát ez általában a világ minden pontján így van. Hát a futballvilága sokkal összetettebb, mint a jégkorong világ, úgyhogy ez valószínűleg így van. Talán így abszolút kívülállóként, és tényleg aki csak így olvassa híreket, és szereti a focit, és mondjuk szeretem azt, hogyha egy magyar honfitársunk valahol le tud tenni valamit az asztalra, és valahol számításba veszik, és komoly eredményekkel a háta mögött tud dolgozni, hogy talán a korábbi Herthában eltöltött időszaka Dárdainak, és a mostani időszaka között kívülállóként, és tényleg csak a sajtóban megjelent dolgokat olvasgatva, olyan különbséget éreztem, mintha most nem lett volna egységesen a Hertha Dárdai Pál, mint vezetőedző mögött. Egy kicsit a korábbi időszakban a Dárdai mágiában az is megvolt, hogy a Dárdai és a klub teljes mértékben mintha egyet akart volna, és az ki is jött egy jó teljesítménybe. Most egy kicsit úgy érzem, hogy más sportigazgatókkal, más sportvezetőkkel, ez mintha egy ilyen, na jó van, akkor Palit nevezzük ki vezetőedzőnek, mert mégiscsak egyszerűen megcsináltam, meg van nyomás a szurkolótábor egy bizonyos részéről, mert mégiscsak kvázi már futball szempontból mi kutyán kölyke, de azért nézzünk valami marketingben jobban eladható sztáredzőt valahol, mert azért ez mégsem működik, és ha nincs meg az összhang, ha nincs meg a bizalom, ha nincs meg az egymásért dolgozás, abból vezetőedzőként sem biztos, hogy tudsz alkotni. Hát sokat beszélgettünk, ugye Salló István, és mikor itt volt, hogy tényleg a szurkolók meg a közvélemény sokszor nagy neveket akar, erős nevet, mondjuk, akik kineveztek a helyére, azért nem nevezhető a világ legismertebb, meg legjobb edzőjének. Laci azért sok a végére szerinted lesz Magyarországon edző, Dárdai? Biztos, hogy nem. Nem gondolom, hogy lenne. Érdekes akkor volt, lesz. Mert nem is nagyon tudják megfizetni, bár vannak klubok, akik jó módok Magyarországon. Érdekes volt, én nem gondoltam, hogy felállítják. Tehát kikaptak 5-öt a Bayerntől, 6-ot a Red Bulltól, és mégis ott tartottak. Utána Röthke egy győzelem. Korábban egy nagyobb ernyő volt a Pali előtt, hiszen Mihály Préca barátja volt, együtt játszottak, és Freddy Bobiccsal kommunikáltak, hogy ők nagyon jobban vannak, de az a fajta kontaktus valószínűleg már nem volt meg, és én úgy gondoltam, hogy a Palit a korábbi 5 éves eredményei nagyobb biztonságban tartják, de ez, amit a Peti is mondott, hogy nem tudjuk, hogy egy klubnál hogy zajlanak belül a dolgok, amit nem visznek ki a külvilág elé. Nyilván
az, hogy két heten rossz játékkal kikaptak a rivális berlini csapattól, most pedig a 97. percben kapott góllal lett döntetlen, tehát ők nem állnak kieső helyen, és ennyire nem is hiszem, hogy nehéz a helyzet. Ott valami történhetett, amit maradt a falakon belül, és emiatt köszöntek el tőle, és nagyon figyelnek arra, hogy a Pali nem beszél egyelőre, tehát köszöntik a honlapon az új edzőt, megköszönik a Palinak a munkáját, de Pali nem állt ki a nyilvánosság előtt. Hát valószínűleg jól felfogott érdekből, de biztos, hogy történt valami, mint annak idén, amikor itt másfél éve először felállt, akkor a szlovák játékos, a Darida mondott furcsákat, hogy ő nem értette, mit akar Dárdai, és neki az az edzésmunka nem volt jó. Nagyon meglepő volt, hogy ezt kommunikálták, és aztán utána három edző ült a padon, visszahozták a Palit, nem túl jó játékkal, de bent tudtak maradni, egyértelműsítette, hogy marad. Nekem most egy kicsit a korábbi eredmények ismeretében volt furcsa, de biztos, hogy volt a színfalak mögött olyan történés, amiatt ezt meghúzták, mert mondom, a Hertha játékban nem kiugrók, de az eredmények tekintetében nem voltak még abban a helyzetben, hogy azonnali hatája felállítson. Én arra lennék nagyon-nagyon kíváncsi, hogy Dárdai mit tudna kezdeni egy olyan csapattal, ahol egyébként mondjuk van egy picivel több pénz, és igazolható, hogy mondjuk tehát nem egy teljel vajja a folyókánál, de hogy ahol igazolhat posztra olyan játékost, amilyet ő szeret mondjuk kettőt vagy hármat egy nyár alatt, hogy ott mondjuk egy magasabb polcol lévő együttessel mire menne, mert egyre azt látjuk, hogy a Hertával ugye okozott meglepetést, hogy nemzetközi kupa szereplés, bent tartja őket, hogyha arról van szó. Szóval tényleg, én most már tényleg nagyon érdekel az, hogy valójában mondjuk te Dárdai milyen edző. Hát talán... igen, hogy ő képes-e, hogy a válságmenedzselésre hívták őt sokszor, és így volt az a magyar válogatottnál is, az adott keretből ki tudja hozni azt, ami benne van, lehet, hogy ez erre elég. Minden esetre ezt most már nem ebben az adásban fogjuk sajnos megfejteni, mivel lejárt az adásidőnk, de nagyjából mindent tudtunk érinteni. Köszönöm szépen a vendégeinknek és a kedves nézőknek is a figyelmet. Egy hét múlva jövünk újra a kezdőkörrel. Viszontlátásra! Game.